A megyei első osztályban őszi első Ibrány 10 játékost adott az Ibrány edző Gellicki Máté által irányított válogatottba, 9 játékos pedig további 7 klubból érkezett a Gyöngyösen pályára lépő csapatba. A négy 2x35 perces mérkőzésen összesen 13 gólt szerzett és mindössze 1 gólt kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gárda, amely Heves ellen 3-0-ra, Hajdúbihar ellen 3-1-re, Borsod-Abaúj-Zemplén ellen 4-0-ra, Nógrád ellen pedig 3-0-ra győzött, így hibátlan teljesítménnyel szerezte meg az első helyért járó serleget. Kétség sem fért hozzá, hogy mi voltunk a legjobb válogatott, mi játszottuk a legjobb futballt, és emellett nagyon sportszerű is volt egyébként a csapat, amire nagyon büszke vagyok, nagyon büszkék lehetünk. Tehát tényleg játékban, nem erőbe is, de játékba fölülmúltunk mindenkit. A játékvezetőktől kezdve, a rivális csapat vezetői játékosain keresztül, az ott megfigyelő különböző megyei igazgatók, a budapesti vezetőségből kiérkezett vezetők közül is mindenki gratulált, és hát a díjátadónál vagy 2 percig tényleg áradoztak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, és természetesen nagyon-nagyon sok sikert kívántak nekünk. Természetesen nem száll a fejünkbe a dicsőség, de gyorsan hozzá kell tenni. Annak nagyon örülünk, hogy itt a régióban a legjobbnak bizonyultunk, de hát azért dolgozunk, hogy most hétvégén nem csak a régióban, hanem az országban is a legjobbnak, vagy az egyik legjobbnak bizonyuljunk. Szombaton a megyei válogatott Bács-Kiskun és Pest megye legjobbjai ellen lép pályára Pomázon. További jutása esetén vasárnap Sziget-Szentmiklóson már éremért játszhat Gellicki Máté együttese.